a királyság. Örülünk, hogy Karcagon vagyunk. Nagyon szeretjük ezeket az embereket, akik itt vannak, és imádjuk. Imádjuk Szürkétől kezdve, mivel Szürke, ő a Karcagi Egyesületnek a vezetője. De azon kívül nagyon-nagyon hosszú távú, 11 éves kapcsolat fűz minket össze. Együtt járunk motorozni, együtt járunk szórakozni. Köszöntöm a Karcag TV mai nézőit, az Akácliges Strandon vagyunk most. A motoros találkozón. Lencse, végre kaptuk Edinát is. Te mióta jársz ide Karcagra? Körülbelül 2-3 éve járok ide. Közel van ugye a püspökladány, mert én püspökladányi vagyok. És az adja magával, hogy közel van a rendezvény. Imádom a helyet. Nagyon... Mi az, ami megtetszett Karcagon? Magán a rendezvényen? A maga az, hogy fürdőhelyen van, tehát a tisztálkodási lehetőségek nagyon jók, ugye nem mondhatni el ezt minden motoros találkozóról, és ugye a koncertek is nagyon jó felhozatal van minden évben. Ugye a tisztálkodást említetted, meg másik találkozót, ezek szerint másfele is szoktál járni. Merre szoktál még járni?
szerte az országban igazából, tehát a Dunántúltól kezdve mindenfelé. Köszönjük szépen! Jöjjön a pillanat!
kisúszárás, túrkeve szülökke, a motoros boltosok gyöngye, ajaj, ne dicsérjél, a biciklőszerelő kedvence, renoménye, nem? Ja. Vál gödörből, mintha olimpián lennél, simán egy... Ez nem tudom, hogy mi ez, Anti, babetta volt, vagy... Ja, babetta blokk. Orosz! Én valamikor a pszichiátrián dolgozott, gondolj vele, mikor elkezdett a delikvens rongyalkodni. Kész, díja, tiéd! Mióta jártok erre a rendezvényre? Már lassan 10 éve. Már elég régóta, úgyhogy törzsgárdák vagyunk mindnyájan, főleg én. Ti még a régi területen is voltatok. Igen, még a Lórév, jó mondom? Lóger, na még így van, ott kezdtük az életet, és hát fejlődtök erősen, szép, ez még jobb hely, mint ott, de az is jó volt. Miért szeretitek ezt a rendezvényt? Miért tetszik ez a rendezvény, hogy ilyen régóta visszajártok? Hát ez a rendezvény szintén azért tetszik, mert családias, nincsenek sokan, nincsenek kevesen, pont elegen vannak, azok az emberek vannak itt, akit szívesen látunk, jól érezzük magunkat. Ezért jövünk ide. Más rendezvényre szoktatok eljárni? Hát néha igen, az ilyen családias rendezvényekre, mint ez. Aztán megválogatjuk, hogy hova megyünk, de azért szeretjük a jó bulikat. Thank you.
szépen! Utóbb úgy is találkozik. Mondd a neved? Hát jó van. Feri. Jó. Még mindig kellene a kis csatári, a gumis, a papó, illetve mindenki más, aki szeretne még szkanderozni. Pontosica és Anna Mari párharca. Illetve fel van nekem még írva itt egy harcos Maris. Mi? Tényleg addig a sörűvót lejátszok így? Kérdezem. Nyomjátok lányok, kemények vagytok, gyerünk! Jaj, de jó, figyelj, ez nem régóta megy. Na, olyan, ne engedj. Hagyd neki a sörökből, az mindenki akkor lehet. Megvan, ne engedj. De meg toljon, hát az, még egy kicsit, ne, most már megvan. Oké. Oké. Most azt a fiájátéletetben tanulósítom szem vagyok, hogy látom. Elkezdtünk. Nem. Úristen. Két nyugodt vérs mérsékletű, ne engedj. Püspök adás, gyöngy szemeik! Most te az Elis vagy az Elina? Minden! Most van lenyomszta része! És akkor mi van? Semmi! Lányok, ez buli! Semmi nem számít! Jaj, ne ijeszkes! Kapaszkodj, te is! Vagy mind a ketten kapaszkodj ki! Jó! Mert! Álljunkatok, csajok, nyomjátok, ez az! Hé, egy igazi javasi lány! Mert! Erünk! Ez a döntő! Igen! Egy bal! Ez a fám! We'll be right back.
ez volt a Soulful Passions által. Nagyon szépen köszönjük a meghívást, és összegyük voltatok velünk. Petra Sáros barátommal alapítottam. És jön egy régi-régi kúletkánkkal. Ugye gondolsz-e rá? Ugye gondolsz? Thank you.
Armas Gellás! Bakó Zula is fel van írva. Régedek a szélünk! Akinek a legnagyobb bűnösszája úgy, hogy a papírtárcában nincsen semmi, az megnyerte. Vedd le a szemüveget! Elkészülni! Rajta! Hagyjad, Nánási! Nézd le! Nyomjad, Nánási! Megvan! Üres lapszó megnyerte! Jaa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 
Milyen lendületet tudod inni az apám főzte pálinkát? Rajta! Gyerünk, Sati! Jó, akinek pálinkának szól is magadtan. Aki meg is gyerünk. Ráadásul, ne lebeszkodj! Ráadásul, ne lebeszkodj! Elkészülni! Elkészülni! Hallod is minden kettő, csak ön tud betele. Ne találj! Egy országról, hogy is magyar erő szerzett és tartott meg ezer évig. Jön egy dal arra az országról, ami a miénk, és soha nem szabad elfeledkezni arról, a június 4-éről, amikor Magyarországot megcsonkították. József Attila verse jön az új albumunkról. Nem soha! Mielőtt jön a dal, aki úgy gondolja, hogy ez jogtalan, akkor vesszen triadon! Vesszen triadon! Vesszen triadon! Vesszen triadon! Vesszen triadon! Vesszen triadon! Vágarok testvéreim, jön a dal, József Attila verse, nem soha.
tudtunk, hazánkat akarjuk, vagy értenek, hogy lesz kisebb hazánk, ne egy arasszal sem, úgy fog fényökölni, mint régen fényesen. Moving on, I'm singing a same old song.